1860. október 27-e levél Cavournak kiírja Luigi Carlo Farini, nem más, mint az újonnan megszerzett országrész kormányzója. Ő a főnök, ő a kormányzó. Megfogalmazza véleményét megint csak Nápolyról és környékéről. Írja Cavournak, barátom, micsoda helyek ezek. Molise és a Terra di Lavoro. A Terra di Lavoro a Nápoly környék egyébként nagyon termékeny terület. Micsoda barbárság. Ez nem Olaszország, hanem Afrika. Ezekhez a parasztokhoz képest a beduinok a civilizáció virágai. Amikor először találkozik igazán Észak-Déllel. Említettem Cavourt, aki soha nem járt délen, mégis ő volt a miniszterelnök. És miből tájékozódott? A barátai leveléből, amit neki küldtek. És miket küldtek ezek az emberek Cavournak? Hát két rövid idézetet szeretnék csak. Az egyik egy tábornok, Paolo Solaroli tábornok, novarai származású, tehát echte északi. Megérkezik, és 1860. decemberében írja, megérkezik Nápolyba. Az emberek a legcsúnyábbak, akiket Európában valaha is láttam. Igen rossz országot szereztünk meg, és szinte hihetetlennek tűnik, hogy egy olyan helyen, ahol a természet oly bőkezű volt, nem másik népet hozott létre. Ugye ez pedig az a toposz, ami mindig előkerül a Nápoly kapcsán, hogy Nápoly az egy földi paradicsom, csak egy baj van vele, hogy az ördögök lakják. Ugye? Hogy az ördögök által lakott földi paradicsom, ez a toposz, ami végigkíséri az egészet. Túlzó vélemények ezek, látjuk. Sértő, túlzó vélemények, de ez magán levélben jelenik meg. Tehát a saját gondolatát mondja, és ami ennél is súlyosabb, ugyanígy 1860. október 27-e levél Cavournak kiírja Luigi Carlo Farini, nem más, mint az újonnan megszerzett országrész kormányzója. Ő a főnök, ő a kormányzó. Megfogalmazza véleményét megint csak Nápolyról és környékéről. Írja Cavournak, barátom, micsoda helyek ezek. Molise és a Terra di Lavoro. A Terra di Lavoro a Nápoly környék egyébként nagyon termékeny terület. Micsoda barbárság. Ez nem Olaszország, hanem Afrika. Ezekhez a parasztokhoz képest a beduinok a civilizáció virágai. Ugye? És hát lehetne sorolni, egy nagyszerű könyv is jelent meg erről egyébként egy angol szerző tollából, aki összegyűjti ezeket a sztereotípiákat, ami egy kicsit több is, mint sztereotípia, de mégiscsak ugye az a döbbenet, hogy itt Észak találkozik Déllel. Tehát, hogy milyen képe van Északnak arról a délről, ami tulajdonképpen Észak akaratából csatlakozik. Hát közöttünk ül, ugye Garibaldi életének legjobb Magyarország ismerője, Csorba professzor úr kitűnő könyve, szerencsére már kétszer is megjelent, Garibaldi életrajza, és hát hány déli ember volt Garibaldi 1000 katonája között? Hát egy kézen meg lehetne, nem is kell számolni, megmutatni. Az északi városok alapvetően ugye diákjai polgársága volt, amelyik megjelenik délen, nyilvánvalóan a nemzeteszmétől hajtva, hogy felszabadítsa dél.